Akkor szeretném nektek bemutatni mit Szakolcki Marikát, aki elérte a Star Agent szintet, ami a DXM-ben én azt gondolom, hogy a legfontosabb szint, és örülök, hogy elfogadtad a meghívást erre a beszélgetésre. Arra vagyok kíváncsi, hogy hogy kerültél te ebbe az üzletbe bele? Mesélsz erről egy pár szóval. Tulajdonképpen a Kővári Lacit ismertem egy másik üzlettel kapcsolatosan. Ő keresett meg karácsonykor, és fölkínálta nekem ezt a lehetőséget, sőt, igazából meg is ajándékozott egy ilyen belépő csomaggal, amit először nem tudtam elfogadni, de aztán mondtam, hogy jó, alszom egyet-kettőt rá, elfogadtam, utána megértettem, hogy ez visszatérül neki, viszont egy nagyon ritka embert ismertem meg általa, tehát egy nagyon-nagyon segítőkész embert, aki kevés, nem fehér holló típus. Igen, én is ilyennek ismerem a Lacit. Nekem így röviden ez a történet, hogy ja, és akkor nem tudom, hogy mondjam-e a folytatást, hogy mit tapasztalt. Hogyne. Igen, kíváncsi vagyok rá. Amit megtapasztaltam, ez egy nagyon érdekes volt, mert ez ilyen november vége, december elején történt, előtte én covidos voltam, bár nem voltam orvosnál, meg semmi egyéb nem volt, utólag derült ki, még a vérképem sem volt a legjobb, amit már januárban csináltak vérképet, és amikor a Lacitól megkaptam ezt a GLRG-t elkezdtem szedni, és egy elég kelemetlen szitu volt, mert felfázást éreztem, hogy én felfáztam. Aztán mondom, férfélet lesz, hogy most hogy fogom elmondani, de hát csak elmondtam neki, és akkor mondta, hogy hát igen, mert hogy a tüneteket felerősíti, ami így is volt. Bár a házi orvos adott antibiotikumot, de az csak arra az időre hatott, amíg beszedtem, és utána továbbra is volt ez a tünet, amit aztán Laci elmondott, hogy igen, ezt kell. Tehát ez benne van a pakliba, de hogyha folyamatosan szedem a GL-t, az RG-t, akkor előbb-utóbb ez ki fog tisztulni. Elolvastam a csoportba is a hozzászólásokat, és eltelt egy-két hónap, de teljesen rendbe jött ez a dolog. Az izületi fájdalmaim azt vettem észre, hogy nem érzem. Az édességeket nem kívántam annyira. De jó neked. Annyira jó volt, pedig egy nagyon édességes emberke vagyok, de valahogy úgy éreztem, kávét nem kívántam, tehát csak teját ittam, benne volt a csomagban a teja, az nagyon ízlett, a fokrémet is nagyon szeretem, és aztán ahogy így néztem a termékeket, meg a Lacival mindig beszéltünk, meg olvastam hozzászólásokat, mindig valamit kipróbáltam. Marika, kinek mondtad el legelőször, hogy elérted ezt a szintet, vagy elmesélted-e valakinek? Igen, az egyik, akit legutoljára beléptettem, a Péter Fibolykát, neki nagyon beteg a veje, nagy harc van érte, az orvosoktól ellemondtak, de a ganoderm-t használhatják. Tehát úgyhogy ők először vásároltak tőlem, aztán most ezt a csomagot vettük meg, aztán egy másik hasonló barátnőnek, aki úgy szintén benne van már a csoportban, őnek is megosztottam, sőt, vele volt egy jó beszélgetésünk utána erről. És megjutalmaztad esetleg magad valamivel ennek alkalmából, hogy elértél egy szintet? Igazából van bennem egy olyan, hogy ha úgy érzem, hogy na most én szeretnék valamivel megjutalmazni magam, akármikor megjutalmazom. Jó, értem. Nem kell hozzá külön alkalom. Igen, nem nagy dolgok természetesen, de ha úgy érzem, hogy na igen, akkor meg hát anyagi keret is belefér. Nekem nagy jutalom volt az, hogy egy jót beszélgettem egy ilyen dologról, hogy elmondhattam az illetőnek, hogy milyen jól tudok segíteni, őnek is jó. Hát így volt az, amit így. Marika, most azt hadd kérdezzem meg tőled azt, mert ez nagyon érdekel, hogy mit mondanál annak az embernek, aki keres egy jó szponzort, hogy miért érdemes pont hozzá csatlakozni? Gondolkoztam már ezen esetleg, hogy miért éppen téged válaszol valaki? Hát, kemény kérdés, mert hogy jó szponzor. Hát ahhoz, hogy jó szponzor legyek, ahhoz egy kicsit talán többet kéne ezzel foglalkoznom, csak annyi időm nincsen.
szponzorként inkább csak úgy vagyok, hát ez nem is szponzornak mondható, hogy így elmondom az embereknek, hogy segíteni akarok vele, hogy mire jó. Amit jónak mondhatok magamról, amit az előbb mondtam, hogy senkinek nem ajánlok olyat, amit magamon nem próbáltam ki. Tehát azt gondolom, hogy ez fontos dolog ma, amikor legyen ilyen mindent el akarnak adni, mindenbe be akarnak szervezni, és akkor el tudom mondani, hogy de figyelj, én nekem ez a tapasztalatom, sőt, azt is el tudom mondani, Zoli, hogy most nem voltam úgy anyagilag, és most vannak dolgok, amit nem tudtam megvenni, és érzem, hogy hívom. Aha. Akkor még egy kérdésem van neked, mert ez nagyon érdekes szintén, hogy meddig látsz el, mi a terved ezzel? Tehát szeretnél-e komoly szinteket elérni a DXM-ben? Vannak-e ilyen vágyaid vagy terveid ezzel kapcsolatban? Hát igen, vannak. Bár azt nem tudom, hogy mikorra fogok eljutni odáig. Az mindegy. Azt nagyon szeretném, hogy ezt még a próbáknál is megvolt bennem, hogy hozzáteszem, a próbák ugye csiszolják az embert, és akár gyémánt is lehetnék. Ez legyél is. És ez talán egy célom. Nagyon szeretném azt, hogy ne jelentsen gondot az, hogy azok, amikre nekem szükségem, azt én meg tudjam venni. Aztán, ha azon fölül is lesz, hála Istennek, ezért is hála Istennek, köszönet a Lacinak, köszönet a csoportnak, és hát egyelőre talán ennyi, amit tudok mondani. Jó, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést is, és kívánom, hogy sikerüljön minden, amit elterveztél. Köszönöm szépen, és hát majd egy-két tanácsot fogok kérni, hogyha... Jó, szívesen. Műsorom külön. Köszönöm a lehetőséget. Szívesen, én is köszönöm.